Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik velünk vannak. Ez a Katalizátor című műsor, Tölgyesi Katalin vagyok. És mint én minden alkalommal el szoktam mondani, hogy miért a Katalizátor címe ennek a műsornak, és most is ezt elmondom. Azért is nagyon fontos ismételnünk, mert a lényegét fejezi ki a műsorunknak. Tehát a katalüszisz görög szóból eredeztethetjük a katalizátor szót, ami a feloldásra törekszik. Ez a szó értelme, feloldás. Az ellentmondásokat feltárva, bemutatva igyekszik feloldani a látható és a szemmel nem mindig észlelhető jelenségek közti látszólagos különbözőségeket. Ez a műsor egy szellemi utazás. Ezért is választottam, hogy a katalizátor legyen ennek a műsornak a címe. Tovább megyek, és nagyon fontos, lényegi megfogalmazást fogok megint elmondani. Ugyan már ezt is ismétlem, de nyilvánvaló ez nagyon fontos, és majd a beszélgetésünk során ez kiderül, hogy miért is. Vizsgáljuk meg, hogy a szegletkő mit is jelent. Az építkezések elengedhetetlen meghatározó pontja. Kijelöli az építményt, és illeszkedik az alaphoz. Nem lebeg a levegőben. Amennyiben elfogadjuk ezt az állítást, felmerül a kérdés, hogy mi is tartotta, illetve tartja ma is azt a szellemi felépítményt, ami sok évszázadon át meghatározta az emberiség sorsát, és mi a hatása a ma emberére. Vizsgáljuk meg, hogy eredetileg ki is a szegletkő, és milyen hatást gyakorol az életünkre. Érdemes ezt kutatni, valószínűleg ez a legfontosabb információ az életünkben itt a Földön. Tehát tartsanak velünk, mert valóban egy szellemi utazás részesei lehetnek velem és a tisztelt vendégemmel. Simonyi Andrea újból meglátogatott és megtisztelt, hogy részt vesz ezen a közös utazáson, szellemi utazáson. Szervusz, Andrea! Azért tegeződünk, mert már régóta ismerjük egymást. És miközben olvastam ezt a kis ismertetőt a szegletkő kapcsán, arra gondoltam, hogy bemutatom ezt a könyvet, aminek az a címe, hogy Messiás az Ószövetségben, és a rabbinikus iratok fényében tárgyalja a Messiást a Héber Biblia tükrében. Egy kiváló tudós, Risztos Antalának hívják, aki a Héber Egyetemen is tanít immár, de finn származású, és aztán úgy alakult az élete, hogy elkerült Izraelbe, és a Messiást tanulmányozza, mind a rabbinikus iratok kutatása során, mind van egy más jellegű könyve is, illetve Pál apostol történetét is szintén, ha úgy mondhatjuk, hogy a zsidó gyökereket figyelembe véve tárgyalja tulajdonképpen az egész új szövetséget, és folyamatosan vissza-vissza utal azokra az igazságokra, ami az úgynevezett Héber Bibliában már megtalálható. És miért is beszélünk erről? Mert ez az adás attól lesz kicsit különleges, vagy más, mert speciálisan a messiás hívő mozgalmakra fogunk exponálni, már csak azért is, mert te ennek igencsak nagy ismerője vagy itt Magyarországon. Már csak azért is különleges az a dolog, mert jelenleg nincsen igazán messiás hívő közösség Magyarországon, és azt érdemes elmondani, hogy mi többek között onnan is ismerjük egymást, hogy Magyarországon volt egy úgynevezett messiás hívő bibliai iskola, és az egyik adásunkban Rózs Zoltánnal beszélgettünk erről, és a többet emlegetett téged egyrészt, mint a Dániel csoport kialakulásának egyik oszlopos tagját, tehát ilyen minőségedben is köszöntelek szeretettel. És miután az MGBH ugye 2000 éves, 2000-2001, illetve 1999-es évektől volt itt Magyarországon, ez egy amerikai kezdeményezés, egy amerikai alapítvány kapcsán került ide Magyarországra, kinti finanszírozással, tényleg rendkívül különleges volt, mert a diákoknak nem kellett fizetni, és tényleg nagyon nagy kedvezményt kapott mindenki. Erdélyből is jöttek, és Magyarország különböző területeiről is, így Sopronból is, mint ahogy az Zoltán is. És hát én is ott találkoztam veled, és hallhattam fantasztikus előadásokat, és az volt a különlegesség ennek az iskolának többek között, hogy partnerként kezelte a hallgatókat, mi több, mintha ez egy ilyen
vezető képző iskola is lett volna. Hát elsősorban ez volt a célja. Elsősorban igen. Ez volt a célja. Angol nyelven zajlottak a tanítások, és többek között fordítottál, ami azért is egy különleges dolog, mert a Biblia értelmezése, illetve a messiási szempontból Biblia tanulmányozása, ami nagyon sok előadónál héber szavak ismertetésébe is átcsapott, szóval ez egy nagyon kemény munka volt, és tényleg fantasztikusan csináltad, és úgy gondolom, hogy ennek te nagyon nagy tudója vagy, mert nem mindenki tudja ezt így tolmácsolni. El tudnád mondani egyébként, hogy miért volt ez a számodra, nem is azt mondom, hogy könnyű, hanem evidens? Tehát nem csak csupán a Biblia ismeretére koncentrálódott ez a fajta különleges átadás, ezt csak azért mondom, mert olyannyira kiemelkedő volt ez a fordítói munka, hogy mindannyiunk számára nagyon nagy segítséget jelentett, mert nem csak a szavakat, nem csak a gondolatokat, hanem úgy éreztük, hogy Isten üzenetét is tudott közvetíteni. Hát köszönöm az elismerést, nyilván az ember nem gondolkodik, főleg ilyen intenzív munka közben, mint amilyen a tolmács hivatás vagy munka. De nyilvánvaló, hogy egyrészt közel állt hozzád, és közel áll azóta is ez a szellemiség, tehát hát, a hívő életnek ez a specifikus ága, ha így is lehetne mondani, illetve hát nyilvánvaló, hogy egy komoly bibliai tudással rendelkeztél már akkor is. Hát ezt nehéz így visszamenőleg megmondani, és talán a múltkori beszélgetésünkben itt sok mindent elmondtam, hogy mi az, ami szinte eszmélkedésem óta vonzott, vagy érdekelt a zsidóság is. Történelmét illetően. Miért fontos ez neked? Volt egy gyerekkori szál, aminek a kapcsán sokat hallottam, Izrael nevét például, ami azért nem volt átlagos talán egy átlag magyar családban. Ez onnan fakadt, hogy az édesapám szülei a Kárpátalján éltek munkácson, és valamilyen oknál fogva, különösen a nagymamám részt vett az ottani egyébként nagyon ortodox zsidó közösségnek az életében. Ehhez azért tudni kell azt, hogy Munkácsnak a lakossága a holokauszt előttig 50%-ban volt zsidó. Tehát... Bocsáss meg, érdekes, mert pont az MGBI kapcsán Ukrajnában több utazás szervezett az iskola, és ehhez kapcsolódó rabbik, illetve tanítók vezetésével. És hát már akkor is Ukrajnában ez a messiási mozgalom igencsak kibontakozódó állapotban volt. Mi több úgy tudom, hogy legalább 4000 fő járt egy-egy ilyen messiási, vagy pedig összesen. De tény az, hogy Ukrajnában volt a legnagyobb a Európában. Világ legnagyobb vagy a világ? Ilyen közössége a világ Kijevben működik Kijevben. Ukrajnában. Még mindig? Napig, igen. Fantasztikus. Tehát egy nagy létszámú közösség, tényleg több ezren vannak, én sem tudom a pontos létszámot, nem is ez a fontos talán, hanem hogy kiemelkedő. Igen. A létszám. Akkor nyilvánvaló innen ered, hogy említett, hogy Munkácson 50%-os volt. Igen, tehát nagyon nagy volt a kárpátaljai városokban, és nagyon ortodox zsidó lakosság. Tragikus módon a holokauszt alatt Kárpátalja volt az első körzet, ahonnan deportálták a zsidó közösséget, tehát gyakorlatilag alig-alig maradt valaki. Mindenesetre ez még ugye a háború előtti éra volt, ami így átszűrődött a családi beszélgetésekben. Az édesapám már Magyarországon nevelkedett, tehát én ezzel a nagymamámmal alig találkoztam, de mégis egy ilyen legendává vált, és pont talán a hiánya kihangsúlyozta, hogy ki is volt ő, hova is tartozott, mi az, ami az ő öröksége a számomra, és egy nagyon fontos személyé vált, ami mondjuk ilyen érzelmi dolog is a számomra, hogy ezt így sokszor elmesélték, hogy ő tudott magától valahogy megtanult hegedülni. Mm. És hogy azon az ünnepen, amikor egyedül lehet a zsinagógában zenélni, az a Purim ünnepe, ami nagy vidámsággal járt, hogy ő akkor ott hegedült a zsinagógában. Úgyhogy most nekem ez egy ilyen különlegesség, hogy ennyi idős fejjel szereztem egy hegedűt, és akkor úgy érzem, hogy ez jobban úgy köt ehhez az örökséghez, vagy ez fontos nekem. Tehát, hogy ez így fokozatosan egyre inkább fontos helyet töltött be, és igazán meg kell mondani őszintén, hogy nehéz elgondolnom, hogy emberek Bibliát olvasnak, tanulmányoznak, és ez a két
megrázó történelmi tény, ami a 20. század derekán játszódott, hogy lezajlott egy a világtörténelem legnagyobb népirtása, ami a zsidó népet érte a holokausztban, illetve utána néhány évvel később Izrael megalakulása, hogy az ne keltse föl a Bibliát olvasó embereknek az érdeklődését, vagy a kérdéseket ne tegyenek föl, ez szinte lehetetlennek tartom. Tehát nekem jó volt ez a személyes érintettség, de azt hiszem, hogy ez mindenkinek valahogy föl kell, hogy keltse az érdeklődését. Igen, sokan föl mentik magukat, hogy ezt hozták otthonról, hogy ilyen információkkal, teli zsákkal, puttonnyal élik az életüket. Igen, nagyon érdekes, mert most, hogy erről beszélgetünk, és az a döbbenetes az egészben, hogy ugye Izrael állama is létrejött 68 évvel ezelőtt, ami már sokak számára, és nyilvánvaló, hogy számunkra is, akik elfogadjuk az örökkévalónak a minden hatóságát, és elismerjük, hogy minden bokorban, virágban, a világ csodájában benne van az ő teremtő keze. Ahogy a Zsoltáros is mondja, hogyha kimegyünk a természetbe, gyakorlatilag minden gyönyörűség valakiről, egy alkotóról mesél, és akinek van erre affinitása, érzékenysége, az bizony-bizony belátja, hogy ez a körülöttünk lévő csodavilág az valakinek a produktuma, és mi ebbe bele vagyunk helyezve, mi, mint alkotások is. De nem is erre akartam kihegyezni ezt a gondolatmenetet, hanem hogy nagyon sokak számára ugye profétikus evidencia, hogy Izrael állama létrejött. Tehát a Héber Bibliában több proféta megjövendölte, úgymond, az Isten szelleme által, illetve inspirálva Istentől, hogy eljön az az idő, amikor összegyűjtetik a szétszóródott Ábrám népe, ugye, akik az örökséget és az áldást hordozzák, és nem kell még ebben a stádiumban Jesuát elfogadniuk, de eljön az az idő, amikor nemzetként hívják a megváltót, és valóban a messiás második visszajövetelére várnak. Igen. És ezek titkok, tényleg különleges titkok. Megjegyzem, amikor az a megtiszteltetés ért, most már ezt merem mondani, hogy hosszas ellenkezés, és szinte úgy, mint Jónás, futottam ellenkező irányba. Hiába hívott az örökkévaló. Egyrészt nagyon különleges volt ez a dolog, és miután nagyon ateista közegben nőttem fel, annyira felfoghatatlan volt, hogy a láthatón kívül van még egy negyedik dimenzió, hogy az ember tényleg szinte megriadt ettől a felismeréstől, és idő kellett ahhoz, hogy úgymond megadjam magam, és azt mondjam, hogy jó, én ezt elfogadom. És amikor ez megtörtént, akkor kétségtelen kinyílt egy csodavilág, amit a Szentírásban olvashatunk. És ezt most azért is említem, és talán már többször is említettem, mert ismerve azt az óckodást, ahogyan én annak idején ehhez az egészhez viszonyultam, tudom, hogy most is, főleg az ilyen bölcsészek, illetve mindenféle értelmiségi léttel megáldott emberek, akiknek tele van a feje mindenféle gondolattal, ragaszkodnak az megtanult tudásanyaghoz, ahhoz az ismeret anyaghoz ragaszkodnak, amiben beleszülettek, és ebből kilépni nem olyan egyszerű. És ezért is különleges tulajdonképpen, hogy Ábrahám kilépett, mert valamilyen módon volt annyira bátorság az egész személyiségében, vagy így lett megalkotva, nyilvánvalóan ez is egy titok, hogy ki mert lépni, és egy ismeretlenbe bele tudott lépni. És amikor mi is tulajdonképpen egy szövetséges kapcsolatba kerülünk az örökkévalóval, és hitre jutunk, tehát nem egy vallásos tradíciót követünk, hanem valóban egy személyes kapcsolat alakul ki az örökkévaló és közöttünk a messiás által, mert ő a kapocs, akkor mi is kvázi egy ismeretlenbe lépünk ki, mert csak a folyamatos ismerkedés, a Szentírással való foglalatoskodás, olvasás, emésztés, stb. Tehát egy nagyon komoly önismeretet is tulajdonképpen az Isten tükrében
inspiráló folyamatba kerülünk bele, és magunkat is meg kell ismerni, és teljesen másképp kell önmagunkról is egy más képet kell alkotnunk. És elég bonyolultan beszéltem, de talán érted, miről beszélek, és valahogy ebbe az egészben benne van a zsidó identitás, tulajdonképpen ide akartam kiukadni. Tehát a hívő létünk, teljesen mindegy, hogy hol van születtünk, most ebből az aspektusból, de ha belegondolunk abba, és ezt kevesen veszik komolyan, én úgy látom, tehát, hogyha az Ábrám örökségének vagyunk mi is részesei, ahogy az Új Szövetségben ezt olvassuk, ahogy a Mesiás azt mondta, hogy Izrael népéhez jött, és elsősorban ő hozzá, és aztán a későbbiekben megadatott, hogy a nemzetbeliekhez jött, de ez egy szellem, ez egy örökség. Ennek nincsenek különböző ágai, nincsen egy római áldás, nincs egy bizanci áldás, nincs egy jeruzsálemi áldás, érted? Természetesen, illetve Jeruzsálemi áldás, az talán van. Nyilvánvaló, igen, ezt akartam mondani, nincsen külön, igen, Jeruzsálemi áldás vannak, van. Vannak nagyon markáns sorai a proféták írásainak, hogy a Sionról jön a tanítás és az Isten beszéde Jeruzsálemről. A Sion szót a Biblia több értelemben használja, először is, hadd jegyezzem meg ismét ilyen kis nyelvész kekeckedéssel, hogy... Hát igen, mert egy bölcsész vagy, egy angol-magyar szakos tanárnő is. Ez megint csak egy ilyen hangzásbeli különbség, hogy a héber nyelvben C-vel használják ezt, tehát Zion az eredeti helyes kiejtése. A Sionra való fordítás az már inkább a keresztény világba vette be magát, azért, mert nagyon egyszerűen, mert a görög nyelvben nincsen C hang. Tehát kipótolták, igen, ezzel az S hanggal. Tehát a Zion, a Sion szó, az vonatkozik az egész zsidó népre, vonatkozik Izrael egészére, Izrael földjére. Tehát amikor a visszatérés a Zionba, az Izrael földjére való visszatérést jelent, de szűkebb értelemben Jeruzsálemre vonatkozik, tehát magára a városra, ugye akinek van akkor a áldásban része, hogy elmenjen, az tudja, hogy ott van egy hegy Jeruzsálemen belül, amit így hívnak, hogy Har Zion héberül, vagyis a Sion hegye, ahol van egy buszmegálló, hogy egészen hétköznapi közelségbe hozzak, tehát föl lehet oda menni minden látogatónak, ott van egy szálloda, tehát most csak a triviális részleteket mondom, de a lényeg az, hogy a mai napig az egy központi hely. És mitől különleges ez a hely a Biblia szerint? Egyszerűen Jeruzsálemnek a szellemi lényegét hordozza. Tehát ott egy fő áldozat a Mória hegyén gyakorlatilag. Hát igen, egy pici bizonytalanság van azért a régészek között, hogy igazán mi hol történt pontosan, hogy ez a templomhegyen volt-e, a Mória hegye, ahol Ábrahám kész volt arra, hogy bemutassa Izsákot, mert ez, amiről beszélek, ez a Zion hegye, ez egy másik magaslat Jeruzsálemen belül, tehát egymástól fél kilométer, egy kilométer távolságban. De igen, mind a kettő egy magaslat Jeruzsálemben, és ezek... És a nyugati fal hol van akkor? A nyugati fal az a templomhegynek az oldalában van, ugye ez a legvitatottabb, legfeszültségekkel telibb része Jeruzsálemnek. Ami tulajdonképpen a templomnak egy megmaradt része, illetve egy újjáépített részének. Hát igen, még ez is kérdés, egész pontosan ez egy külső támfala igazán a heródesi, igen, szentélynek, vagy templomnak, tulajdonképpen a szentély az egy pontosabb megfogalmazás, hogyha magát a Bibliát nézzük, akkor templom sehol nincs, de még a szentélyt sem nagyon használja, ha minden igaz a szentírás, hanem egyszerű nemességgel azt mondja, hogy az úrháza. Sőt, hát az Új Szövetségben gyakorlatilag mi emberek vagyunk, a Szent Szellem temploma, ami egy különleges kiváltság, és nyilvánvaló, hogy szükséges volt ez a más forma, ami megadatott nekünk, új szövetségi hívőknek, hogy a Messiáson keresztül egy személyes, közvetlen kapcsolatba kerülhetünk. Mert ugye az első szövetségek azért tulajdonképpen egy nemzetre, egy népcsoportra vonatkoztak, és azon belül is különböző ágak vannak, most ebben nem megyünk bele, mert majd lesz erről egy külön adásunk, ami ezt boncolgatja. De hogy miért is feszegetjük ezt az Izrael területén, ezt a Mória hegyet, Templom hegyet, Zion, Sion hegyet,
mert egyrészt rendkívül fontos a mi számunkra. Nagyon érdekes, minap hallottam egy tanítót, egy igencsak kvalitásos, új szövetségben jártas férfiút, aki arról tett tanúbizonyságot, hogy ki jár, vagy följár, tehát elutazik Amerikába rendszeresen az ünnepek idején, a bibliai ünnepek idején, Izraelben, főleg Jeruzsálemben, mert úgy érzi, hogy azon a területen, és pont az ünnepek alatt valami olyan különleges atmoszféra van, ez biztos, ami hozzásegíti ahhoz, hogy közelebb és közelebb kerüljön az örökkévalóhoz, és újabb és újabb csodák nyílnak meg a szemében, mint hogyha többet és többet megértene az Istennel való együttjárásban. Te számtalanszor voltál már Izraelben, és többek között abban a kiváltságos helyzetben vagy, hogy különböző úgynevezett messiánsévi közösségekkel kerültél kapcsolatba, évek óta jársz ki rendszeresen szolgálni, baráti kapcsolatok alakultak ki, tehát gyakorlatilag második otthonodként éled meg azt a területet, és van egy nagyon komoly tapasztalati élményanyagod, amit szeretném, hogyha elmesélnél nekünk. Egyrészt, hogy miért motivál, mi motivál téged abban, mit tapasztaltál először, másrészt pedig, hogy mennyire másabb, ez nem volt annyira szép, de miben más az ottani hívőlét, hogyha messiás hívő közösségekben éled meg a dicséret vagy a tanítás során, vagy csak az úgynevezett testvérekkel együtt, az Istennel való együttlét. Nem könnyű összefoglalni nagyon sok mindent. Ami fölkínáltál, amiben tovább tudnék menni. Szabadságot. Az első, amit az ember nem szeret közhelyeket mondani, bocsáss meg, hogy kerültél ki először? Úgy kerültem ki először, hogy már eleve volt egy nagyon eltökélt vágy bennem. Pontosan a gyerekkori beültetése miatt ennek a számomra akkor varázslatos névnek, hogy Izrael, hogy én ezt a földet látni nem, hogy akarom, szeretném, hanem muszáj. Kötelező. És akkor és kerestem erre az első lehető alkalmat, ami úgy adódott, hogy egy filmrendező hölgyel mentem ki, ha említhetem a nevét, Mátis Lillával. Igen, ő is vendégem lesz majd, már meghívtam Mátis Lillát. Akkor így megelőlegeztem Lillának ezt a bemutatkozást, hogy ő említette, hogy készül Izraelbe, és tolmácsként mentem ki, én nagyon-nagyon sok helyre, közegbe, kapcsolatba ennek a munkámnak a folytán kerültem, amire nagyon hálás vagyok természetesen. És ez így, mikor volt? 1994-ben. Tehát ő akkor Duna TV-ben. A Duna Televízió számára készített egy összefoglaló filmet, egy olyan rendezvényről, amit a világ különböző népeiből származó keresztények számára szerveztek, méghozzá a sátorok ünnepe kapcsán. Sátorok. Tehát mindjárt az első, kapcsán. A szukott héberül. Tehát mindjárt az első találkozási pontom Izraellel az egy ünnep kapcsán volt. Ráadásul, sőt, ez egy kitüntetett ünnep, mert vannak a zarándok ünnepek, és többek között ez az egy. Így van, sőt, én aztán később már egy rabbi szájából hallottam, hogy az ünnepek ünnepe, a sátorok ünnepe, tehát egy koronája az összes. Miért? Ünnepnek. Hát az időrendisége miatt is, hogy az utolsó őszi ünnep. Ez egy betakarítás. És a betakarítás, a végső nagy dolgok, tehát hatalmas tartalma van. Ez önmagában megérne azt hiszem több programot, hogy a különböző ünnepeknek a szellemi tartalmát átbeszéljük. Csak egy picit elmesélnénk, hogy mi is az a szukkot. A szukkot, két mondatban. Az egy, konkrétan a szóból indulunk ki, akkor szó szerint ezt jelenti, hogy sátrak. De ez alatt azt kell érteni, hogy ilyen kis lombkunyhók, lombsátrak. Tehát a szabadba föl kell állítani. És igazából a mózesi könyvek közül, Mózes harmadik könyvének 23. fejezete írja le nagyon pontosan azt a rendtartást, ami az ünnepekkel kapcsolatos. És itt az ünnepek utolsó, tehát a sorban az utolsó az évnek a ciklusában ez, amikor lombsátrakat kell a szabad ég alatt fölállítani. Még az is le van írva, hogy milyen növényekből hozzák létre ezt a kis sátrat. Ezt ugye mai napig, hogyha valaki
zsidók által lakott környékre megy, igen, nem kell ehhez Izraelben lenni, Budapesten is a zsinagóga környékén vagy udvarán, igen, megtalál egy ilyen kis lombsátrat, aminek az a lényege, hogy emlékeztesse a zsidó népet arra az időre, amikor a 40 évig a sivatagban vándorolt, a szabad ég alatt hajtotta le a fejét, és ugye azzal zárul magának az örökkévalónak a summázata erről az időszakról, hogy ugye nem szakadt le a cipő a lábatokról, nem szakadt le a ruha rólatok, gondoskodtam, végig ott voltam. És betegség sem ért benneteket, tehát hogy erre a tökéletes isteni gondoskodásra, igen, emlékeztet a szukkot és a sátrak ünnepe közvetlenül a zsidó kontextusban. De hogyha a Biblia egészét nézzük, akkor van egy ilyen nagyon különleges profétai ígéret, ami ehhez kapcsolódik, hogy a világ népei majd egy olyan békekorszakban, amit a Messiás hoz el a földre, fölmennek Jeruzsálembe évről évre, és megünneplik a sátorok ünnepét. És ez nagy lakodalom és nagy vigasság. Igen, máshol Ézsaiás könyvében az van, hogy fölviszi a világ népeit arra a hegyre, és ez nyilvánvaló az előbb említett Cion vagy Sion hegye, ahol nemes borokból, gazdag ételekből, tehát lehet, hogy ezt nem kell annyira konkrétizálni, hanem valami biztos, olyan módon lesz, tökéletesen ellátott, igen, hiánytalan állapotba kerül az emberiség, ami tényleg minden idők álma az ember számára, hogy békesség lesz, hogy hiánytalanul és teljességben élhetjük az életünket. Tehát egy valahogy a Biblia ehhez a sátorok ünnepéhez köti. Igen, ez az a bizonyos milleniumi időszak is. Így van. Másrészt pedig most a Jobb könyvének egyik verszaka jutott eszembe, hogy szétnézek a sátoromba, és nem találok hiányt. Tehát gyakorlatilag van egy ilyen profétik a Jobb könyvében ráadásul. Igen. És tényleg egyébként nagyon érdekes, hogy a Biblia olyan, mint egy ilyen spirális forma, pontosan, hogy mindig vissza-vissza utal. Ezért érdemes a teljességében, egészében tanulmányozni, még hogyha valaki kizárólag az újszövetségi úton szeretne járni, nem tudja megérteni igazán, hogyha nem megy vissza újból, és nem az egész Bibliát, mint teljességet tanulmányozza. Ez azért is fontos, amit mondasz ezzel a körkörösséggel, hogy ugye maguknak az ünnepeknek az állandóan visszatérő körkörössége, ciklikussága, ami ugye kötődik erősen a mezőgazdasági évnek ehhez az állandóan visszatérő rendjéhez, és mondjuk én nem vagyok az az ember, aki ebben a világban nőtt volna föl, de aki a természet közelben, mezőgazdaságban dolgozik, az pontosan tudja ennek a vas törvényét, hogy igen, ha aratás jön, akkor aratni kell, akkor igen, nincs mese, akkor nem lehet kikerülni és mást kitalálni helyette. És mondjuk ez azért fontos, mert amiről a múltkor is beszélgettünk, a görög mentalitás, vagy igen, a héber mentalitás közötti különbség is mutatkozik meg, igen, ebben, hogy a héber széder, vagy rend, az ilyen valahogy, ez az mindig önmagába visszatérő örök visszatérés a kezdetekhez, ami idegen, amitől idegen, ez a lineáris, racionális görög, igen, felfogás az időről, igen, hogy az A pontból eljutunk a B pontba, és kész. Igen, ez az axioma rendszer. De nagyon érdekes szintén, hogy most, hogy mesélsz, eszembe jutott, hogy fiatal hívő voltam, és módonban állt Erdélyben egy nagy kiránduláson részt venni, és ilyen nagyon magas hegységben, nagyon nomád körülmények között sátoroztunk, és ott találkoztunk olyan fönt élő emberekkel, favágókkal és állattartókkal, hogy ők mesélték, amikor úgy összegyűltünk velük a tábortűznél nagyon romantikus körülmények között, hogy ők fölmennek tavasszal és lejönnek ősszel, és olyan érdekes volt, az egyik bácsi mondta, hogy azért is jó itt fönt lenni, de teljesen spontán módon nem is tudta, hogy mi Isten imádó motivációnk is van, hogy tényleg elvonulni egy kicsit a világtól, és így fölmenni, hogy nekik azért is nagyon jó ott fönn, mert közelebb vannak Istenhez.
és ahogy így mesélted, tudod, hogy a természetben ennyire jártas és együtt él a természettel az a nép, aki ott fönt van, és annyira lehetett érezni, tényleg, hogy kiárad belőlük az a fantasztikus alázat, és az a nagy bölcsesség és tudás, ami tényleg tulajdonképpen erről szól, és mondta, hogy ők folyamatosan Bibliát olvassák, és ők egy bibliaolvasó, bibliatudó emberek, nekik ez az abszolút könyvük, és egyre közelebb és közelebb érzik magukat, mert ott nagyon fönt vannak. Hmm. Nagyon érdekes egyébként. Igen, ebben benne van két dolog, ami mondjuk, ha visszatérünk Izrael földjéhez, jelentős, hogy ez nem az én megfogalmazásom, hanem kölcsön veszem valakitől, hogy Izrael az a föld, ahol a fizikai valóság és a szellemi összetalálkozik. És hogy tulajdonképpen nem természetes az ember, a teremtett, az Isten által teremtett ember számára, hogy szét legyen szakítva a fizikai valóság és a szellemi, mert hogyha belegondolunk végső soron, a fizikai halál az, ami szétválasztja végső soron a testet a lélektől, a szellemtől, és a halál nem a barátunk, hanem az ellenségünk. Tehát, hogy az ember teljességre lett teremtve, test, lélek és szellem egységére, teljességére, és hogy Izrael az a föld darab ezen a földön, ahol ezt az ember átéli. És hogy tulajdonképpen ez a csoda zajlik le minden alkalommal, hogy teljesnek érzi magát az ember. Ennek a hiánytalanságnak, amiről az előbb beszéltünk, egy előízét időlegesen meg tudja tapasztalni. Tehát igazán föl se tudjuk fogni, hogy milyen lesz az, amikor ez úgy megvalósul mindenestül, és ahogy a Bibliában van, telve lesz a föld Isten dicsőségével, ahogyan a tenger a vizekkel. Tehát, hogy ez erre van egy előérzet bennünk, és van egy vágyakozás, igen, mert erre vagyunk teremtve. Igen. Erre a harmóniára, erre a biztonságra, a szépségre, erre a teljességre. Igen, ez el van rejtve bennünk, de igen, megvalósulását azt csak várni tudjuk, de nagyon nagy jelentősége van a várakozásnak. A másik, amit mondani szerettem volna, hogy az ember nem szeret közhelyekbe beszélni, de kikerülhetetlen, hogy pontosan talán ezért, amikor az ember Izraelbe megy, akkor a hazatérés élményét éli meg. Tehát amikor én először Izraelbe eljutottam, előtte már elég sok országban jártam a munkám miatt, családilag, személyesen, Nyugat-Európában. Sőt, Angliában tapasztaltad Angliában meg tulajdonképpen is azt a szellemi változást, ami elindított. Tehát ilyen utazós vagyok alapvetően, de Izraelben azt éreztem, hogy én innen sehova nem akarok tovább menni. Megérkeztem. Fantasztikus. Megérkeztem, és azt hiszem, hogy sokan, nagyon sokan, igen, akik ott jártak már, ezt megerősítik, hogy... Pedig nem könnyű Izraelben élni. Hát nem. És tényleg hihetetlen atrocitásokat él meg az ott élő ember, és nagyon érdekes egyébként, nekem is volt módomban például a Mesiás Jövő közösséggel találkozni, és ami tényleg csoda, és ugye tele van a világ, és ugye Izrael és konfliktusok sokasságával, és a hírekben, hogyha van valami esemény, akkor mindig fókuszban van. De erről kevésbé beszélnek, és érdemes lenne ezt elmesélni, hogy pontosan ezek a messiási közösségek, tehát az Izraelben élő lakók, akik megélik a megváltónak, a messiásnak a valós lényegét, és ezt a közvetítői szerepet, hogy mint individuum én kapcsolatban lehetek az örökké valóval, és mint egy atyai minőség és egy fiúi státusként, tényleg kiteljesedhet így már itt a Földön ilyen értelemben az élete. Testvéri viszonyban, baráti viszonyban vannak olyan népek, olyan népcsoportok, akik a világ szerint, vagy pedig ha csak a híradókra exponál az ember, folyamatos konfliktust jelent. Tehát arab közösségek, az ott élő izraeli közösségek egy-egy egységet alkotnak, igen, és az valami olyan fantasztikus élmény. Tudnál erről mesélni? Biztos, hogy van neked. Én igazából csak találkozni ilyen módon egy-két személyes lehetőségem volt. Hát mondjuk az is egy fantasztikus dolog. És ezt elmondanám, ez nem Izraelen belül volt, de egy olyan közösségben, ahol volt egy fiatalember, aki arab származású, az édesanyja libanoni volt, talán az édesapja palesztin, és egy izraeli fiatal lány volt, több más nemzetiségű
keresztény hívővel egy közösségben, és az egész találkozónak a sokféleségünkből adódóan nyilvánvaló fontos hangsúlya volt az általunk képviselt népeknek a megbékélése, vagy egymásra találása az evangélium alapjain. És hát ez elfelejthetetlen a drámája annak, amikor egymásra nézett ez az izraeli lány és az arab fiú, és az izraeli lány őszintén, mert nincs más módja az őszinte megbékélésnek, csak ha kimondjuk a fájdalmainkat, nyilván azzal a szándékkal és szeretettel, hogy átjussunk a fájdalmaknak a völgyén. És ez az izraeli lány azt mondta el, ami a családja története, hogy megöltétek a testvéremet, mert meghalt Libanonban, egy háborúban a bátyja. Az arab fiú meg azt mondta el, hogy 1948-ban kiűztétek a családomat az otthonából, és menekültek ki lettünk. És ott bocsátottak meg a szemünk láttára egymásnak, és hát ez elképesztően erős. Ez elképesztően erős, és hát nyilvánvaló, ez egy rettenetes, bonyolult és nehéz helyzet, aminek igen, én is tudom, ezen az egy szituáción kívül csak hallottam izraeli közösségektől, hogy aktívan részt vesznek ilyen találkozókon, ahol ezeket el lehet mondani egymásnak, abban a biztos tudatban, meg szeretetben, hogy azért vagyunk itt, hogy megküzdjünk ezzel, hogy túljussunk ezeken a nagyon-nagyon húsba vágó és szörnyű nagy nehézségeken. De azért hozzá kell tennem, hogy nem csak a Jézus hívő vagy Messiás hívő közösségekben zajlanak ezek, hanem Izraelen belül is vannak erre humanisztikus erőfeszítések, hogy fiatalokat együtt visznek el, arab és izraeli fiatalokat Auschwitzba, hogy beszélgessenek róla. Tehát sok-sok ilyen társadalmi törekvés van. Ez egy nagyon fontos dolog, és most igen, ez jutott eszembe, hogy azok a közel-keleti létben mozgó fiatalok, akik eljönnek Európába, volt egy ilyen élményem, pont egy kurd származású, nagyon helyes emberrel, a gyermekemnek az egyik osztálytársának az apukája volt, és jó barátságba keveredtünk, és tudott magyarul, ami egy különlegesség volt. Ő mesélt például erről, hogy ő ugyan nem tartja magát kereszténynek, de számára a Biblia annyira evidens, és olyan alapigazságokat hordoz, amit ők a mindennapi életükben meg is élnek. Nem világinak tartotta magát, tehát egy ilyen ateista nézetekkel birkózó személy volt, azért szemmel láthatóan kereső fázisban, de hosszasan lehetett vele beszélgetni a Bibliának azokról a mélységeiről, illetve a nevek jelentéséről, és olyan evidenciaként mesélt arról, hogy számára döbbenetes, hogy az úgynevezett európai keresztény kultúra mennyire most talán senkit nem bántok meg, mintha elidegenedne attól a forrás ponttól, ahol ez az egész kibontakozódott és lejátszódott, és ennek az ismerete nélkül az egész Szentírás nem lehet megérteni. Igen. És valami hasonló élményed lehetett, és folyamatosan szerintem tágul ez a ismeret halom benned, hiszen akárhányszor elmész Izraelben, újabb és újabb olyan plusz ismeretre és olyan plusz tapasztalatra teszel szert, ami mindenféleképpen ezt szerintem igazolja, amit erről ez a kurd ember mondott. Hát ez egyértelmű, egyértelmű. Én azt azért hozzátenném, hogy én nem voltam túl hosszú ideig, tehát egy húzamban hosszú ideig Izraelben, ez még remélem, hogy hátra van az életemben, hogy erre lehetőségem lesz, hanem rövidebb, sokszor, de rövidebb időkre. És hol voltál? Tehát milyen ott közösségekkel találkoztál? Vannak-e tényleg messiásévő közösségek, akiket ismersz? Igen, bár az is egy örömteli dolog, hogy ezek szaporodnak elég gyorsan. Ez fantasztikus. Tehát egyre több ilyen közösség van Izraelben.
egészen kicsitől a több száz fősig, ami már úgy nagynak számít, hogyha mondjuk egy olyan 200-300 fős tehát, közösség, természetesen. Mert természetesen. Azért egy olyan 10 évvel ezelőtt talán ez nem volt annyira evidens, vagy... Hát én azt gondolom, hogy azért az egy nagyon fontos tény, hogy Izrael demokrácia, tehát szabad vallásgyakorlat van. Más kérdés, hogy vannak különböző vallási csoportok, akik időnként önkényesen eljárnak, de azért a törvény védi a messiás hívőket. Sőt, hát a sajtó, a média is egyre több információt ad ezekről a közösségekről. Igen, az utóbbi időben jelentek meg interjúk, a televízióban beszélnek róluk, tehát hogy nem idegen ma már egy átlag izraelinek azt a kifejezést hallani, hogy messiás hívő zsidó, vagy Jézus hívő zsidó. Sőt, mielőtt találkoztunk volna újból, említetted, hogy nagyon érdekes élményed van, például Tel Aviv, ugye ez egy nagyon világi kultúrával bíró város, és hogy nagyobb a nyitottság tulajdonképpen a nem ortodox közösségekhez tartozó zsidó emberek számára, tehát messiási szempontból, messiási közösségeket, messiási gyülekezeteket sokkal nagyobb nyitottsággal fogadnak. Igen, ez azért egy olyan konfliktusból is fakad, amit szintén csak másoktól hallottam, nyilván izraeliektől, hogy van az átlag izraeli lakosságban, akit mondjuk világinak mondhatunk, egyféle hát nem túl pozitív megítélés a nagyon ortodox zsidó közösségekkel szemben. Ennek több oka van, az egyik az, hogy szintén amennyire tudom, és a törvények folytonosan változnak, tehát nagyon óvatosan nyilatkozom, ezeknek az ortodox közösségeknek bizonyos kötelezettségeik nincsenek. Tehát például nem szolgálnak a hadseregben. Igen, ez egy örök nem fizetnek problém. Adókat, igen. És hogy ez nyilván egyféle tüske a többiek szemében, akik ezeket a terheket, amiről például pont a hadseregben való szolgálat, ez egy súlyos dolog Izraelben. Igen. Nem csak azért, mert 3 évig tart, hanem... Nőket is érint, hanem az élessége miatt, az állandó feszültségek miatt. Tehát ott eleve ezek a katonák, nők, férfiak, fiatal emberek sokszor, olykor az életüket hát áldozzák a földért. Gyakorlatilag állandó életveszélyben vannak. És állandó életveszély, igen, ez egy nagyon és dolog. Ez nyilvánvaló, hogy egyféle egyenetlenséget okoz. Tehát, hogy van egy ilyen rés, ami miatt, és ugye ha valaki által mondjuk negatív dolgok érik a Jézus hívő zsidókat, azok inkább az ortodox, nagyon ortodox, igen. De hozzátenném, hogy a nagyon szélsőséges ortodoxok, nem az átlag zsinagógai zsidóság. De talán egy kisebb... Igen, sokkal kisebb, csoport, tehát ez igen. Az Izrael lakosságának talán a, nem tudom, 15-20%-a lehet. Tehát, hogyha ilyenek érik a messiás hívő közösségeket, akkor a lakosság emiatt az enyhe fenntartás miatt az ortodoxokkal szemben, akkor hajlamosak melléjük állni. De azért vagyok nagyon óvatos, mert nem akarok olyan téves gondolatokat kelteni emberekbe, hogy ha mondjuk egy nagyon ortodoxot terrortámadás ér, akkor azonnal ne állna az egész izraeli lakosság persze, ő mellé. Persze, tehát, hogy ezek egy családon hát belüli... Az emberi élet az mindenek fölött. Abszolút, tehát hogy egy családi perpatvarnak a szintjén vannak, én úgy ítélem meg, és általában mondanám a keresztényeknek, hogy ezt nem érdemes mélyíteni. Ezeket vagy a szavainkkal úgy lefesteni, mintha ezek valami nagyon borzasztó üldöztetések lennének. Én megmondom őszintén, hogy amiket én hallottam, az olyasmi volt, hogy messiás hívő zsidók lakást béreltek például valahol, és amikor az ortodox tulajdonos számára kiderült, hogy ők egy ilyen körhöz tartoznak, akkor gyorsan felmondták a bérleti szerződést. Tehát ettől is olyan különleges, hogy úgynevezett a világi fiatalok, világi zsidóság milyen pozitívan viszonyul a messiás csoportokhoz. Igen, de hozzátenném azért ezt is, hogy ugye sokaktól hallottam, hogy hát mennyire világi Izrael, és hogy milyen kevesen vannak, akik istenfélők vagy istent keresők.
Azért Izraelnek az egész életét, gyakorlatilag a mindennapi életének a ritmusát mégiscsak a tórai vagy a bibliai alapok határozzák meg. Hát az ünnepek mindenféleképpen. Az ünnepek egyértelműen, a szombat egyértelműen, a munka, munkaszünet rendje. Például én nem voltam még, tehát az egy ünnep, amikor nem voltam, de még ez se igaz, mert voltam Jom Kippurkor Izraelben, hogy akkor megáll az élet. Tehát semmi nem közlekedik. Sőt, Pészakkor is voltam már úgy, hogy szinte már hát nem is volt egyszerű alkalmazkodni ehhez, hogy gyakorlatilag egy hétig ott ragadtam valahol, mert se kisebbe a városokból. Igen. Tehát, hogy azért... Nem közlekedtek a buszok. Vagy az egy ilyen kis megható incidens volt a számomra, hogy amikor Pészak idején indult Budapestről az Elál járata, akkor bemondta a hangos bemondó, hogy Izrael ősi ünnepének a tiszteletére nem szolgálnak föl kenyeret a repülőn, hanem csak maceszt. Igen. És ez nekem gyönyörű volt, hogy hát azért ez nem igaz, hogy annyira szekularizált lenne az egész Izrael. Tény és való, hogy a zsinagógai életnek a szigorú rendjét nem követi a lakosságnak egy jó nagy százaléka, akik ugye a világ négy sarkából egy évszázadon belül települtek vissza, tehát azért ezt elgondolni, hogy mekkora feladat ez egy közösségnek integrálni az Etiópiából visszaérkezett falassa zsidókat, az Ukrajnából érkezetteket és az Amerikából érkezetteket, meg nem beszélve most ugye Franciaországról, ahonnan tömegek mennek most már vissza. Legnagyobb jelentős az orosz. Orosz-ukrán, igen. Igen. Tehát, hogy ezt végre hajtani, hát ehhez tényleg isteni csoda kell. Ez nagyon izgalmas, amit mondasz, de ha arra gondolok, hogy a te számodra milyen plusz jelentéssel bír, hogyha a Bibliát olvasod, vagy hogyha a Messiással való kapcsolatodra koncentrálsz, mennyiben segít például az ünnepeknek a megismerése, az ottani kinti lét, szabadabb imádkozási lehetőség, abban a közegben. Tehát azon kívül, hogy vannak természetes élmények és barátságok, és nagyon sok minden vonzó a számodra, a hitéletedben vagy a szellemi életed fejlődésében milyen olyan plusz igazságra tettél szert, ami meghatározza a jelenleg életedet, és ez azért nagyon fontos, mert elkötelezett vagy, szintén az antiszemitizmus elleni küzdelemben, elkötelezett vagy, hiszen tanítasz, és csoportokat vezetsz Auschwitzba, ami rendkívül nehéz, és nem egyszer, és nem kétszer tetted már ezt meg, minden tisztelet a tied, mert ehhez nagyon komoly lelki, és nyilvánvaló egy szellemi plusz is szükséges, hogy ezt meg tud csinálni. De gondolom, ha nem járnál Izraelben, nem élted volna meg azokat az élményeket és azokat a szellemi igazságokat, akkor talán nem is lennél képes ilyen elkötelezetten itt, akár Magyarországon, Európában képviselni ezeket az igazságokat. Persze, hát nyilván az embernek azok a meghatározó élményei azok, amiből él vagy építkezik. Ha azt kérdezed, hogy az izraeli Jézus hívő közösségek kapcsán mi az a plusz, vagy mi az a szemkinyílás, amit az ember átél, hát nem könnyű ezeket szavakba foglalni, de talán az, hogy én bennem átalakult a kép az Új Szövetségről, tehát hogy amikor most kinyitom, és elkezdem Jézus szavait olvasni, a hegyi beszédet olvastam például nem olyan régen, akkor már érzem Galilea illatát, és ott vagyok, ott vagyok a tópartján, és mondjuk amikor effektíve ott lehettem, akkor talán azon az alapon, hogy energia nem vész el, csak átalakul, Jézusnak a szavai ott vannak a levegőben, tehát hogy mondjuk nem csak az úgymond új szövetségi részről beszélek, hanem a proféták szavai is ott vannak a levegőbe, azok az emlékek, tehát hogy maga a Biblia nem egy elméleti könyvé válik, hanem abszolút élő valósággá. És akkor mindig ott szokott eszembe jutni, hogy ezeket a bonyolultnak tűnő részeket is végre egyszer meg szeretném érteni, mert ugyanolyan fontosak, mint a többi, hogy
hogy volt Sámuel idején, a Dávid királynak a harcai, tehát hogy minden egyszerűen ott van kiterítve az ember előtt, és egy teljesen más fényben érti meg azt, amiről én úgy gondolom, hogy ilyen kis kivonatokat veszünk le itt Európában, és akkor abból elméleteket gyártunk. De hogy ott ez, vagy még egy élményt hadd mondjak, hogy a Negev sivatag az nekem egy ilyen non plus ultra Izraelben, tehát nyilván Jeruzsálem a szent város, de nekem talán Ábrahám élete miatt nem is fogalmazom meg, hogy miért, de valahogy engem teljesen lenyűgöz az a vidék és az a környezet. És ott volt egy ilyen élményem, hogy egy baráti családot mentem meglátogatni, és ahogy odaértem, úgy éreztem, hogy úgy tele vagyok Európa zajával, a saját életem nyüzsgésével, és úgy lecsendesednék. És tényleg másfél napot csak úgy kértem mindenkitől, hogy én most úgy eltűnnék, és úgy hagytam, hogy a sivatagnak az elképesztő csöndje az átjárjon. És így azt éreztem, hogy így megy ki belőlem az összes európai beidegződésnek a feszültsége, és jár át valami elképesztő, hangos, beszédes csönd. És ebbe a csöndbe valahogy azt éreztem, hogy hát persze, hogy a világnak tüske ez a nép a szemében, mert itt én ugyanúgy hallom Isten hangját, ahogy Ábrahám hallotta, mert zeng tőle minden. Hogy ott van a jelenléte, és hogy így válik élővé, vagy elevenné az egész Szentírás, hogy az ember tudja, hogy ez valós, ez nem egy vallásos hit kérdése, nem a neveltetés kérdése, nem a, mit tudom én, hovatartozás kérdése, hanem hogy az Isten valósága itt van. És azt hiszem, hogy tényleg egy bibliaolvasó embernek mi kell még, vagy tehát, hogy és ráadásul ez egy ilyen vége érhetetlen dolog, vagy most az elmúlt nyáron volt lehetőségem egy olyan helyen lenni, szintén a Negev sivatagnak egy eldugott kis sarkába, ahol Ben Gurionnak és a feleségének ott vannak a síremlékei, mert ott temették őket el, és ott kik is ők. Ben Gurion volt Izrael első miniszterelnöke, amikor kikiáltották Izrael függetlenségét. Aki ő maga is mondta, hogy nem is tudom, a csodákról mondott valamit, hogy az az alap, hogy abban... Igen, egy biblia ismerő ember volt, és maga már ugye Lengyelországban ifjúként, nem tudom, ilyen ortodox csapathoz tartozott, de megszállottként hitt abban, hogy van egy föld, ami a nép földje, és hogy annak meg kell valósulnia, és... elképesztő következetességgel bizony. Valami olyasmit mondott, ki van írva a Ben Gurion repülőtéren, ugye a reptér is az ő nevét viseli, igen, amikor megérkezik az ember Izraelbe, ki van írva, egy ilyen mellszobra van egy talapzaton, és a talapzatra rá van írva ez a mondata, hogy valahogy a realizmust és a csodákat hozza össze, hogy Izraelben a realitás az a csodák, igen, realitása, igen, és igen. Hogy igen, ez Isten igazsága maga a realitás tulajdonképpen, ami ott meg... És ezen a kis helyen ez egy kibuc a sivatagnak a közepébe már jóformán. És ki lehet sétálni, tehát úgy ki vannak építve turista utak, mint hogy az ember a hegyekbe megy, és egy 10 perces séta után a totál közepén találja magát a sivatagnak. Ebben az elképesztő csöndben, és én valahogy ott éltem meg azt, amit az ember elméletben hisz, tud, hogy Isten teremtménye vagyunk, stb. De én ott éltem át, hogy te jó ég, nekem ez a föld, ez az otthonom. Engem tényleg az Isten teremtett ide. Tehát ezt nem tudom elmondani, hogy miért, mikor a kősivatagon kívül semmi nem volt körülöttem, de pont ebbe a semmibe volt benne a minden. Tehát elképesztően erőteljes volt. Az már csak úgy szívmelengetőnek mondom el, hogy egyébként meg a kibucba besétáltak a hegyi zergék családostul, és hogy ott voltak körülöttünk, tehát tényleg a paradicsomnak a közelségét éli át az ember. Egészen különös ez. Tehát, hogy tényleg Isten földje, és valahogy ott ő nyomon tetten érhető sokkal inkább, mint bárhol a világon, azt hiszem. Ezért is lenne fontos tényleg a gyökerekhez ragaszkodni, ahogy a Róma 11 Pál apostol egyik levele
nagyon pontosan leszögezi, hogy egyrészt nem vetette el Izrael népét, másrészt pedig a úgynevezett keresztény világ ne kevékedjen, mert lehet, hogy nem tudja, hogy mitől fosztja meg magát. Pontosan. Ezekkel az indulatokkal és ezzel az elutasítással, és öngólt rúg, mert ahogy hallgatlak, egyrészt hogy felcsillant bennem egy ilyen kis kapocs, hogy bármelyik pillanatban kiugranék, és ha lehetőségem lenne így természet fölötti módon ott lenni és töltekezni, és tényleg megélni ezt, mert olyan vágyat ébresztettél. Egy kívánás fogalmazódott meg bennem. De valóban, hogy ezek nélkül, a teljességek nélkül nem érthető a Szentírás, ugye, hogy mondja, hogy az írás az megöl, és a szellem az megelevenít, mert ez a szellemi valóság, ez tulajdonképpen a teljes egész, hiszen bele lettünk rakva ebbe a földi dimenzióba. Itt vannak növények, állatok, homok, kő, égen a csillagok, stb. Tehát egy teljességben vagyunk mi ide belehelyezve, és a mi egyéni életünk is új módon lesz teljes, hogyha ezzel a szellemi dimenzióval is, tehát az örökké valóval való kapcsolatunk is ennyire evidens, és ennyire magától érthetődő. És azt hiszem, hogy ez hiányzik itt az európai kereszténységben, vagy nem tudom milyen kereszténységben, hogy ezt az evidens létet meg tudjuk élni, hogy ne csak vasárnapi Isten tiszteletek legyenek, amik valamilyen módon eligazítást adnak, ott a szószékről valaki megszólít minket, hanem tényleg a mindennapjainkban, a zsigereinkben, a pórusainkban benne legyen ez a teljesség, amiről te beszélsz. Hát igen, meg az a reménység, ami az eljövendő reménység, én azt hiszem, hogy tragikus módon Európa kereszténysége súlyos ébresztőt fog átélni, és már elkezdte átélni ezzel a felkavarodással, ami az utóbbi években Európa eddig megszokott világát rázza, hogy igazán ezt megkérdezzük, hogy miről szól a mi hitünk, és mi a tartalma, a jövője, úgyhogy mindenképpen, és én azt gondolom, hogy a bibliai jövőképben Izraelnek nagyon központi szerepe van. Ezt hogy érted? Most már nagyon kevés időnk van. Igen. Egy-két perc, de ez most fölcsigáztál. Visszakanyarodnék ahhoz, amit a Szukkotról beszéltünk, a sátorok ünnepéről, hogy eljön egy idő az emberiség történelmében, a Biblia világképe szerint, amikor a világ népei Jeruzsálembe fognak fölmenni abban a bizonyos messiási korszakban, és ez azért is nagyon fontos lenne sokkal inkább a fókuszunkba helyezni, mert ezen a ponton már mindenképpen találkozik az a messiási várakozás, ami az egyenlőre Jézusban nem hívő zsidóság messiás várása, és a Jézusban hívőknek a messiásnak a másodszori eljövetelét váró várakozása, és hogy ez már egy olyan crescendo felé viszi a világot, amire érdemes várni. Az Efézusi levélben pontosan Pál apostol beszél erről, hogy leomlik tulajdonképpen az elválasztó fal, és egységként éli meg mind az Izraelhez tartozó nép, illetve máshonnan jövő népek a messiásban egy egységet tudnak alkotni, és pontosan a messiásnak az áldozata, feltámadása többek között erről is szól, hogy ezt az elválasztó falat ő elválasztja, és egy új minőség, egy új emberiség alakul ki, és ebben a békességben, ebben a harmóniában megélhetik az Istennel, és az egymással való közösséget is, egy ilyen teljes harmóniában. Erre még várnunk kell, illetve ezért... De azért nekünk dolgunk. Aki vár, az cselekszik, így van. Igen. Tehát, hogy nem a passzivitásban, hanem ez egy érdekes különbség egyébként a keresztény meg a zsidó mentalitás között, hogy a kereszténységben kialakult egy féle kivetítése az eljövendőnek csak erre a mennyek országára, hogy majd azt megvárjuk, vagy hogy mondjam, a zsidóságban meg nagyon erős van egy ilyen központi gondolat, aminek az a héber neve, hogy Tikkun Olam, a világ jobbátétele, tehát hogy amíg lehelet van bennünk, addig dolgunk van ezen a földön, és előkészíteni ezt az eljövendő korszakot.
amikor a messiás fog uralkodni a világ fölött, és tényleg eljön az az Isten országa, aminek a várására Jézus azt mondta, hogy ezért imádkozzunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én nagyon élveztem ezt az adást, és azt hiszem, hogy tényleg nagyon különleges volt. Többször meghatódtam veled együtt. Ezért is nagyon köszönöm, hogy ilyen őszintén megosztottad ezeket az élményeket. Remélem, hogy mindannyian ettől gazdagabbak leszünk. És ha egy picit hozzá tudunk tenni, hogy a világ egy kicsit jobbá legyen, akkor gyakorlatilag ennek a műsornak, ha más funkciója nincsen, csupán ez, hogy ezeket az élményeket átadjuk, akkor megtettük most a magunkét. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, minden jót kívánunk, viszontlátásra!